19 óra 36 perc. Esti mese. Fecske László. Virágfestő Boldizsár. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy Manó, akit a tündér és Manó társadalom egyszerűen csak unatkozó boldizsárnak nevezett. Ezt a nevet azért aggatták rá, mert szegény folyton csak unatkozott. Minden tündérnek és Manónak megvolt a feladata. Mindenki talált magának megfelelő elfoglaltságot. Boldizsár pedig állandóan arra hivatkozott, hogy ő is azt akarta csinálni, amit a többiek, csak mindig megelőzték őt. Nem előztelek meg, harsogta egy alkalommal a lompullásért felelős tündér. Én gyors vagyok, te pedig túl lassú. Vagy csak egyszerűen nem jut eszébe semmi. Teljesen ötlettelen. Szólt közbe egy manó, aki a fiatal katicákat tanította repülni. Nem igaz. Nekem is vannak ötleteim, mondta Boldizsár szomorúan. Akkor lássuk hát végre. Milyen feladatot találtál ki magadnak? Kiáltották többen is. Még semmit, de éjjel-nappal töröm a fejem. Sejtettük. Csak hogy az idő telt múlt, és unatkozó boldizsár még mindig állás nélkül tengette napjait. Egy őszi napon elsétált a rét közepére, ahol egy nagy szomorú fűz állt. Leveredett a fűbe, és pityeregni kezdett. Amint ott itatta az egereket, hirtelen megjelent előtte egy tündér, akit azelőtt még sohasem látott. Ne búsulj, boldizsár! Szólította meg a csupa fényességet árasztó, szépséges tündér. Hát te ki vagy? kérdezte a kismanó. Én Jázmin vagyok. Én őrzöm a varázslények lelki békéjét. Segítek nekik irányt mutatni és erőt adni. Hát nekem nagy szükségem van az iránymutatásra, vallotta be Boldizsár. Tenni szeretnék valamit, valami hasznosat, valami fontosat, amivel részesévé válnék az életnek. Nem kell nagy dologra gondolnod, mondta Jázmin. Bármilyen apró cselekedet nagy dolognak számít, ha boldoggá teszel vele másokat. És nem kell búslakodnod. A feladat előbb-utóbb mindenkit megtalál. Mesélj arról, hogy mit szeretnél csinálni. Mi az, ami érdekel? Hmm szeretek rajzolni, festeni. Szívesen festeném a virágok szírmait, de arra már akadt manó. Jázmin egy puha ecsetet nyújtott át Boldizsárnak. Ez a tiéd. Ha a festés érdekel, akkor fess. De hogy mit és hogyan, arra majd rájössz magadtól. Sok szerencsét, kedves Manó! mondta búcsúzóul a tündér, majd eltűnt Boldizsár szeme elől. A kismanó boldogan mutogatta a többieknek az ajándékba kapott ecsetet. Nézzétek! Én is festeni fogok! Én is virágokat és fűszálakat fogok festeni! Azt már annyian csinálják, hogy csak útban lennél, rivalt rá egy köpcös manó. Akkor majd télen fogom csinálni, amikor már senki nem csinálja, mondta optimistán Boldizsár. Hogy mi? Télen? <laughs> Kacagtak fel többen is. De hiszen télen nincsenek virágok, és fűszálak sem, te oktondi. Teremtette le egy okoskodó tündér. Hogy nincsenek? Hát akkor majd lesznek, válaszolta a kismanó, és beledugta az ecsetét a gyermeklánc fűből készített övébe majd ott hagyta kétkedő barátait. Ahogy teltek múltak a napok, a kismanó továbbra sem talált magának festeni valót, de aztán beköszöntött a december. A tündérek és manók közül csak azok maradtak ébren, akiknek téli elfoglaltságuk volt, a többiek pedig mély álomba zuhantak. Boldizsár sem tudott elaludni. Besétált a falvakba, és unalmában bekukucskált a kunyhók ablakán. Kíváncsi volt, hogy mit csinálnak ilyenkor télvíz idején az emberek. De bárhogy kémlelt, nem látott semmit. Hosszasan az üvegre lehelt, amelyen megolvadt a jég, majd az orrát rányomva leskelődött. Odabent a házban gyerekek játszottak, egy férfi újságot olvasott egy asszony pedig főzőcskézett. Boldizsár boldogan szemlélte a vidám családot, s miután jól kikémlelte magát, ellépett az ablaküvegtől, s csak akkor látta, hogy a leheletével teljesen felolvasztotta az egyik keret üvegét. Azt is észrevette, hogy az erős hideg miatt a víz lassan visszafagy az üvegre. Gyorsan előkapta övéből a tündértől kapott ecsetet, és rajzolni kezdett vele az ablakra. Ho, Ho Még hogy télen nem lehet virágot festeni? Tündérek és manók, ide szegezzétek figyelmeteket! Ilyet még nem láttatok! És valóban nem. A kis manó olyan gyönyörű virágokat festett az ecsetével a megolvat vízből, amelyet addig még senki sem látott. Az alkotás hamar megfagyott, és a pompás vízfestmény ott csillogott az ablaküvegen. Oda nézzetek! Egy jégvirág! kiáltotta a házból egy kislány. A család minden tagja az ablakra merett, és bentről csodálták a káprázatos látványt. Boldizsár az ablak szélénél lapult, és örült, hogy örömet szerzett az embereknek. Immár neki is megvolt a feladata. Kedves hallgató! Ha télvíz idején jégvirágot látsz az ablakodon, bizonyos lehetsz abban, hogy virágfestő boldizsár járt ott, aki varázslatos tehetségével ajándékozott meg téged. Éppen ezért légy hálás neki! Fecske László, virágfestő Boldizsár. Felolvasta Fehér Tibor. Hangmester Liszkai Károly. Zenei szerkesztő Bögös Henrietta. Rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. Szerkesztő Varga Andrea.